találkozunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson e jelenvaló és gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Én azt ajánlom azoknak, akik széket találtak, lehet végig ülve maradni. Egy rövidebb liturgia szerint fogjuk ma az istentiszteletet megtartani, és mielőtt énekelnénk, a hirdetéseket szeretném felolvasni így az elején. Kedves testvérek, a fennálló járvány és vírusterjedés veszélyezettségére nézve a következőket szeretnénk közölni a gyülekezettel. Tekintettel arra, hogy az állami hatóságok a tegnap délutántól betiltották az olyan alkalmakat, amelyeken több mint 50 személy nem vehet részt, a mai istentiszteletet szabadtéren tartjuk a templomkertben. Az előttünk álló hétre betervezett ima hetet elhalasztjuk, illetve elmarad. A hétköznapi alkalmak, bibliaórák, vallásórák, baba-mamakör, hangszerórák egyelőre meghatározatlan ideig, azonnali hatállyal fel lesznek függesztve. A KT órákat viszont azokat megtartjuk szombaton 10 órától az első éveseket, 11 órától pedig a másodéveseket várjuk. Azt már többen is tudják, hogy a nemzeti ünnepünkre tervezett hosszabb műsor elmarad. Javasoljuk, hogy a gyülekezetből a gyermekek és az idősek, gyengébb egészségi állapotban lévők maradjanak távol az istentiszteleti alkalmaktól, addig, amíg nem javul a helyzet. A szombat, illetve vasárnap esti istentiszteletek a megszokott módon az egyházközség templomában, de ha talán szigorúbb rendelkezések adódnak szabadtéren, lesznek megtartva, illetve hogyha elrendelik a templomok meg más közintézményeknek a bezárását, akkor valószínű, hogy azokat is halasztanunk kell, de eddig ilyen rendelkezések nem érkeztek. Az istentiszteleteken való részvétel korlátozása nem azt jelenti, hogy nincs szükség az ige hallgatására, imádságra, sőt, a jelenlegi állapot megköveteli, hogy minden keresztény ember rendszeres és kitartó imádságba kérje Istent, hogy gyógyító hatalmával látogasson minket a nyomorúság idején. És én egy olyan ima közösségre hívom a testvéreket, amelyeket többen lelkészek is, amelybe több lelkész is bekapcsolódott, és úgy döntöttünk többekkel, hogy reggel 9 órától 10 óráig, illetve 9 óra és 10 óra között minden nap imádságban, a magunk kis csendjében, belső szobájában Istenhez kiáltunk a szabadulásért, a megtartásért, hogy aki szívesen csatlakozik ehhez az ima lánchoz, akkor minden reggel 9-kor jusson eszükbe a testvéreknek, hogy elcsendesedjünk egy imádságra, mert az ima, a buzgó ember imádsága az meghallgattatik. És nem utolsó sorban hirdetni szeretném azt, hogy a héten temetésünk is volt. Elkísértük utolsó földi útjára Gál Jankó Márton testvérünket. Vigasztalást, megtartatást, Krisztus jelenlétét kívánjuk a gyászoló családra, hozzátartozókra. Az ő emlékére és a gyászolók vigasztalására énekeljük el közösen a Tudom az én megváltom él című énekünket. Szent Bárnyán, már mind
161. énekünket keressük ki, és kezdő énekként ennek összes verszakát énekeljük. Szent Lélek, végy körül bennünket, 161. énekünk. Maradva imádkozzunk. Atyánk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk a te házad körül, és együtt Isten tiszteletet ülhetünk. Köszönjük, hogy te gondviselő Isten vagy. Soha véget nem érő a te kegyelmed, szereteted, jelenléted elkísér bennünket mindenhova. Köszönjük az elmúlt hét minden egyes napját. Velünk voltál az örömben, a boldogságban, de a nyomorúságban, a betegségben is. Köszönjük, hogy ott voltál a gyászoló testvérek mellett is. Köszönjük, hogy kirendelted a mindennapi kenyeret, a betévő falatot. Nem csak testi, hanem lelki táplálékot ajándékoztál számunkra. Köszönjük a közösségi alkalmainkat. És Urunk, köszönjük, hogy soha nem csalódtunk benned.
mert te vagy minden mindenekben, te önmagadat meg nem tagadhatod. És annak ellenére, hogy mi sokszor elfordulunk tőled, te annál nagyobb szeretettel fordulsz oda hozzánk. Szeretnénk eléd hozni bűneinket, amelyeket szóban, gondolatban, cselekedetben elkövettünk, és arra kérünk, bocsáss meg nekünk. Szeretnénk oda térdelni a te kereszted alá, és megmosatni a te drága véreddel. Tisztíts meg bennünket. Bocsáss meg hitetlenségünket, gyarlóságunkat, haragunkat, gyűlöletünket, mindazt, ami ellened vagy fele barátaink ellen történt az életünkben. És segíts megmaradni a te tisztaságodban. De Urunk, köszönjük, hogy a megpróbáltatásban lévő világban mi a te gyermekeid mégis összegyülekezhetünk, mégis ide jöhetünk. A mi reménységünk, ami egyetlen vigasztalásunk az te magad vagy, és az az imádság, amely meghallgattatik. Urunk, arra kérünk, üzenj ezen a délelőttön, mit akarsz mondani, mit készítettél elő számunkra, drága lelki táplálékként. Nyisd meg szívünket, hogy befogadjuk a te szavadat. Segíts most minden mástól elvonatkoztatni, és egyedül csak a te igédre összpontosítani. Urunk, itt vagyunk szolgáidként, és örömmel, nyitott szívvel, kíváncsisággal várjuk a te beszédedet, a te üzenetedet. Szenteld meg a te szent lelkeddel a te ige hirdetődet, hogy ne emberi beszédet, hanem mennyei evangéliumot hirdessen, és ez mindannyiunk számára legyen épülésünkre. Nem szeretnénk úgy hazamenni, ahogy ide érkeztünk, hanem még szentebbekké, még tökéletesebbekké. Közelebb te hozzád, elmélyülve a te drága igédben, és növekedve, erősödve. Azzal a vágyakozással, hogy amit itt hallottunk, azt cselekedni szeretnénk. Amen. Testvérek, Istennek igéjét, amelyen keresztül az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét szeretném hirdetni ezen a délelőttön, ezen a rendkívüli szabadtéri istentiszteleten a Pál apostolnak Timóteushoz intézett első leveléből olvasom. Hallgassák meg szeretettel a testvérek a levél 6. fejezetéből Istennek igéjét. Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Sokszor szükségünk van erre a biztatásra, hogy talpra magyar, mert sokszor tapasztaljuk azt, hogy nem tudunk talpra állni. Vagy olyat esünk, hogy magunktól nem tudunk felállni, magunktól nem tudunk helyreállni, úgy megbetegszünk, hogy magunktól nem tudunk meggyógyulni. És ilyenkor jó, ha érkezik egy igei vagy testvéri biztatás, hogy állj fel, vagy állj talpra. Vagy gondolkodj el azon, hogy ki a te urad, mestered és a megváltod. Különleges helyzetben van ez a világ, ebben a világban a mi kis országunk is, közösségeink. Nem találkoztunk még ilyen eseménnyel,
És különböző érzések vannak bennünk ennek kapcsán. Valaki semmibe veszi, és azt mondja, hogy ez csak egy pánikhisztéria, amit úgy meghirdetnek, hogy óvakodjunk, vigyázzunk, de nem lesz ebből semmi. Olyan ember is van, aki túlzottan készül arra, hogy most, ha bekövetkezik egy szigorúbb rendelet, akkor jó előre bevásárolni, jó előre felkészülni erre, és mindent megtenni annak érdekében, hogy ne érjen bennünket ez a fertőző vírus. Azt hiszem, hogy egyik véglet sem állja meg a helyét. Az sem, hogy teljesen kizárjuk, és teljesen semmibe véve elvicceljük a történetet, illetve az sem, hogy sok esetben Istent is kizárva, bepánikolunk, magunkba zárkozunk, eluralkodik rajtunk az az erős félelem, amely arról szól, hogy mi lesz velünk, ha ez vagy amaz történik. Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. Nem tudom, mi van benned így ezekben a napokban a híreket hallgatva, vagy olvasva. Talán sokunkban ott van a félelem. Meg tudunk birkozni ezzel a bennünket megkárosító vírussal. Ide jön majd a közösségünkbe is. Mi lesz, ha igen? Hogyan fogunk küzdeni ellene? Milyen óvintézkedéseket tegyünk? Azt hiszem, ez nem egy ige hirdetésnek a témája vagy célja, hogy ezeket így mind elmondjuk, ellenben az mindenképpen, hogy Isten arra hív bennünket, akármennyire közhelyesnek tűnik, hogy teljes bizalmunkat belévessük. És persze, hogy attól még félelem nélkül úgymond lehetetlen élni, és a félelem ott van az ember természetében, és a mai világban is az emberek többsége, a jövedelmük 20%-át is oda szánják arra, hogy megóvják őket, mindenfajta biztosításokat kötnek, nehogy valami történjen. És azt kell mondanunk, hogy Ádám és Éva óta valahogy a félelem az emberi természetnek a részese lett. Hol vagy, Ádám? Elrejtőztem, mert féltem. És vannak félelemből fakadó cselekedetek is, amelyek károsak, testvérek. Ha csak Józsefre gondolunk az Ószövetségből, vagy József testvéreire, akik félelemből, irigységből eladták Józsefet, nem akarták ott tudni maguk mellett. Vagy ha csak Jézusra gondolunk, az ő feljelentésére mindazok, akik ellene törtek, a farizeusok, az írástudók, a főpap, meg a többiek. Félelemből akarták megfeszítetni, nehogy nagyobb legyen, mint ők, nehogy valami olyan történjen, ami őket megkárosítaná. A kérdés inkább az, hogy mi mai emberek mit kezdünk a félelmünkkel. Egy gimnáziumi igazgatónőnek egy leveléből szeretnék felolvasni egy részletet, amely következőképpen hangzik. Valóságos falat építettem magam és a külső világ közé. Ez a magatartás azonban nem tetszett a többieknek, ezért nehezteltek rám. Ezen kívül túlzott elképzeléseim voltak a kötelességről és az igazságosságról, így túl sokat követeltem magamtól és másoktól is. Emiatt aztán semmi szeretetre méltó nem volt a magatartásomban. Végül belebetegedtem mindenbe. Elkezdtem olvasni egy az Isten szeretetéről szóló könyvet, amely a Szentírásra hivatkozott, és először értettem meg azt, hogy milyen a szabadságban gyökerező élet.
Miután az életemet átadtam Istennek, nem kellett többé küzdenem a félelem ellen. Megszabadultam félelmeimtől. Végre ki tudtam mozdulni eddigi életem sötét és nyirkos pincéjéből, ahol a félelem patkányai tették elviselhetetlenni az életemet, és feljutottam a lelki padlásszobába, ahol kitártam életem ablakát Isten előtt, és beáradt az ő szeretetének napsugara az életembe. Azóta több szeretettel és kevesebb kritikával bánok a munkatársaimmal. Rendbe jött az étvágyom, és nem kell altatókat szednem. Világosságban járok. Vajon te hol tartasz ezen az úton? Még mindig ott lent vagy a sötét és nyírkos pincében a te félelmeiddel? Vagy feljutottál a lelki padlás szobába, életedet, szívedet megnyitva Isten előtt az ő világosságában? Ugye milyen jó érzés a napsütés, a napnak a melege? Egy sok-sok sötét nappal megélt tél után. És milyen jó Krisztus világosságában élni, fent, a lelki padlásszobában egy nagyon-nagyon sötét és nyírkos pince után. Ha azt kérdeznénk az igéből, hogy hogyan tovább ebben az időszakban, akkor Isten egyértelműen három ajándékot ad nekünk. Azt mondja, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. A félelem ellenszere az az Istenben vetett élő bizalom, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a lelkét. És ez a három együtt jár. Először is azt mondja, hogy az erő lelkét ajándékozta nekünk. Hányszor mondjuk, fogy az életerőnk, gyengülünk, egyre nehezebbek az életkörülményeink, egyre nehezebben bírjuk. Hogy lesz ezután? Hányszor elpanaszoljuk egymásnak, hogy több erőre lenne szükségünk, olyan erőtelen ez a világ, olyan gyengék a körülmények. Mégis Isten azt mondja a legerőtelenebb embernek is, hogy én erőt adok neked. És nem hinném, hogy van olyan közülünk, akinek ne lenne szüksége erőre. Mindenki máshol keresi. De Isten ezt ajándékként kínálja számunkra, egy olyan világban, amelyben felfedezhető sok esetben az erőtelenség, sokszor nem tudunk megküzdeni ilyen-olyan vírusokkal, nem tudunk ellenszereket kialakítani, kifejleszteni, létrehozni. És azt mondja Isten, a te erőtlenségedben én vagyok az erőd.